Sok szeretettel üdvözöllek! Ebben a videóban egy 20 perces joga gyakorlatsor fogsz látni, amely álszanákat tartalmaz, tehát testmozgást. Ezekben lesznek álló, ülő, fekvő álszanák, amelyek nyújtanak, lazítanak, belső szerveket átmaszírozzák, tehát összességében az egész sornak egy nagyon jó frissítő hatása van. Kérlek téged, akkor most fogad szeretettel ezt a gyakorlást, csináld végig, és aztán élvezd a kedvező hatásokat. Selfness Yoga, testmozgás, életmód, önfejlesztés, Medvegy Gergely Jóga oktatóval. Gyere, elkezdjük a gyakorlást közösen. Négy helyezkedj el. Csinálunk egy rövidke bemelegítést, amelynek célja, hogy picit fölkészítse minket az álszanázásra. Gyere négy úgy, hogy a csuklód a vállad legyen letéve vászélességbe, a térded a csípőd alatt legyen letéve csípőszélességbe. Ez a márcsarász, a macskapol. Kezdjél el puhán, egyenletesen lélegezni, és a légzéseddel összhangba fogunk mozogni. Kilégzéssel domborítsd a gerincoszlopodat, belégzéssel, homorítsd a gerincedet. Kilégzés domborítunk magasan. Belégzés, homorítunk mélyen. Saját légzésedhez igazodva folytasd a mozgást. Még arra figyelj, hogy ne egyszerre mozdítsd a gerincoszlopodat, hanem lentről fölfelé haragy. Először a merencét mozdítod, aztán a hátat, és végül a fejet. És ha ezt megteszed, akkor csigolyára a csigolyára fog végig gördülni a mozdulat a gerincen. És ugye milyen szépen átmozgatja nem csak a gerincoszlopot a gyakorlat, hanem a melkosodat, a hasodat, nyújtja az izmokat, fölénén kiti a törzset. Marad ez a domborítás, homorítás, csak közben még a jobb lámodat is mozgass. Amikor kilélegzel, domborítasz, a térdedet húzd az arcodhoz, akkor belélegzel, homorítasz, hallítod a lábad és a talpadat emeled a magasba. Aztán megint kilégzés térdén az archoz, belégzés, talp megy a magasba. Próbáld közben a végig megtartani vízszintbe. Erre főleg akkor kell figyelned, amikor hallítod a lábad és kiemeled. Illetve ne a lendület vigye a lábadat, hanem izomkontrollal te magad vezest. Oké? Okay. Te Legközelebb jön le a jobb láb, tehát leváltsát bal lábra. Ugyanez a feladat, csak a bal oldalon csináljuk. Menjen mindig mozgás az adott gyakorlattal, jelen esetben a láb emeléssel és húzással. Közben a tenyérre is figyelj, egész tenyeredet nyomd a talajnak. Érezd, hogy a kézfejizmok dolgoznak, és akkor kíméled ezzel a csuklódán. Majd, ha újra jön lefelé a térdet, tedd le. Csípőszélességben legyen most is a térded, és válszélességben a kezed. Mert folytatjuk úgy, hogy kilégzés, domború háttal hátra mész babapózba, belégzéssel, homorú háttal előre siklasz, majd föltöröd magad négy állásba. Aztán kilégzés, megint hátra babapóz, belégzés, homorítasz, előre siklasz, fölemelkedsz. Saját tempódba pár hullámot, pár kört még csinálj. Akkor előre felé siklasz, próbáld hátrafelé lefelé hajlítani a könyöködet. Tehát sokáig lent van a könyök és az alkar, amikor előre siklasz, és amikor a válcsúcs eléri a csuklót, igazából akkor nyújtod ki a karodat és emelkedsz föl. Ezzel már a karokat, a válövet is elkezdjük bemelegíteni. Csinálj még egy hullámat, és ha majd, majd legközelebb négy kézlábállásban vagy állj meg és itt a kezedet, a tenyeredet tegy egy tenyérrel előrébb. De a válszélességet tartsd meg. Lábfejred, tedd úgy, hogy lábúj hegyeken támaszkodj. És akkor kilégzés, nyújtsd a lábad, gyere föl, ezt úgy hívják, hogy lefelé néző póz, mert belégzés, tedd vissza a térded, és hamaríts egyet négy kézlábállásba. Mert kilégzés, megint emeled, medencét, Belégzés, leteszed a térded. Folyt a saját tempóma, tenyeredet ne csak leragd a talajra, hanem az ujjaidat ujjait töveit, mutató új tövét hüvelyk is, nyomda talajnak. Könyök lett nézzen egymás felé, vállalat húzd el a fülettől, minden kéztámaszos gyakorlatnál ezekre próbálj figyelni. Majd, ha újra fönt leszel, lefelé néző kutyapózba, állj meg, és homorítunk, fölfelé néző kutyapózt is csinálunk, Belégzés, homorítasz, fölfelé néző kutyapózt veszel föl. Kilégzés, emeled a merencét, lefelé néző kutyapóz. Belégzés, homorítasz, nyit a mellkas. Kilégzés, emel a merence, nyújtózkodsz a gerinceddel. Párat még válts ebből a két álszanából. Figyelve arra, ne a lendület vezesse a merencédet, hanem te vezeted izomkontrollal. Még egyet csinálj és legközelebb fönt vagy, lefelé nézzük kutyapózban, akkor innen előre lépéseket csinálunk, jobb lábbal lépj előre, amennyire tudsz, ha megy két kéz közé, majd kilégzés visszalépsz. Aztán másik lábbal lépsz előre, és kilégzés visszalépsz. Folytasd. Előfordulhat az, hogyha kicsit nagyobb a törzsed, vaskosabb a lábad, kötöttebb a combot, ha nem tudsz teljesen előre lépni, csak kicsiket, akkor kicsiket lépj előre. Nem baj, csináld, ahogy tudod, jó? Majd ha újra előre léptél, maradjon elő a lábad. És a másik lábaddal is lép mellé, hajolj előre. És innen előrehajlásból, gyere át, behalítod a térded, és előre nyújtod a kezed. Majd innen nyújts ki a lábad. Miután fölnyújtóztál, megint hallíts be a térden, aztán hajolj előre. Belégzés hajlik a térd, kilégzés fölnyújtózol. Belégzés hajlik a térd, kilégzés előre hajol. Belégzés középen vagy, majd fölnyújtózol. Még egy kör csinálj meg saját tempódba. És miután megint fönt vagy, állítsd meg a gyakorlatsort, engedd le a kezed. Vegyél pár mélyebb lélegzetet. Ezzel a pár egyszerű kis gyakorlattal, amik már álszánák, csak dinamikusan csináltuk, bemelegítettünk. Most jönnek a rendes álszánák, virabadrászana egy és virabadrászan a kettő lesz. Állj a szőnyeged, jogomatracod első harmadába. Húzd ki magad, fejtetővel nyújtóz fölfelé, sarokkal egy lefelé. Mint megálltál tárdászanába, jobb lábaddal lép hosszan hátra belégzéssel, és miközben hátra léptél, emeld a két kezedet a magasba, simítsd össze a tenyereidet. Elől be van hallítva a lábad, feszes a combod, megtartod a térdet a boka fölött. Hátul lábújhegyen vagy, kinyújtod a lábad, medencédet melkasodat fordítod előre. Tekintet előre vagy picit fölfelé irányul. Mélységet ezt magadnak állíts be, ha minél mélyebbre mész, annál nehezebb. Ha magasabbra mész, könnyebb. Ha mélységet állítod, a terpesz hosszát igazítsd hozzá. Jó? Majd fölvesszük a virabadrászan a kettőt, hátul tedd le a lábad közben, nyisd a csípő, nyisd a két kezed, kezéret hozd viszínbe, tenyerek nézzenek lefelé, tekintet végig elnéz, bal kéz fölött, a távolba. Combakat, mint a kifelé rotálnád, mozdítsd őket, a két tért távolodik finoman. Előlévő tér ne essen befelé, tartod a boka fölött. Gerinc megnyújtott, karod megnyújtott, a légzésed folyamatosan áramlik orron keresztül. Belégzés, gyere vissza, előre fordulsz, ura egybe, kilégzés, előre lépsz tárdászanába megint vegyél egy-két mélyebb lélegzetet, maradj ott a szőnyeg első harmadába. És megcsináljuk másik oldalra is ezt a két gyakorlatot. Jó? Akkor bal lábaddal lép hosszan hátra belégzéssel, közben emeld a kezed, érkezd meg a virabadrászan egybe, vagyis a harcos póz egybe. Elő megint halítva a a boka fölött, hátul nyújtva a láb, lábujj hegyen a lábfej. Merencét finoman előre fordítod, és nagyon pindurít magad alá billented. Farok csontot húzod a szemérem csont felé, a köldököt emeled a gerinc felé, szed csontot emeled lapjával fölfelé, válladat lent tartod, és a megtartott váladból nyújtod fölfelé a kezedet. És lélegzel óron keresztül. Fölveszünk a virabadrászon a kettőt, hátul tedd a lábad, nyisd a csípőt, nyisd a két kezed. Tekintet a jobb kéz fölött, a távolba elnéz, tehát nyaki szakaszon finom csavarás van. Próbáld egységbe tartani a testedet. Külső combok feszesek, belső combok megnyúlnak, így nyílik a csípő. A merence finom billenése itt is jelen van, a fejedet emelen, tehát a gerincedet hosszúvá varázsolod. Válak a helyükön, onnan nyújtóznak ki a kezek oldalra. gyere vissza, belégzés, virabadrászana, egy, előre fordulsz, kilégzés, előre lépsz, tádászana. Tádászana az egy ilyen vigyázzállás, ahol picit eltartod a kezed magadtól. Majd állj a szőnyek közepére, innen következik a következő álszanánk, a trikónászana. Tehát miután a közepén vagy a szőnyegnek, nyisd egy terpeszt, a terpesz hossza olyan hosszú legyen, mint a te lábad hossza. Tehát ha ránézel a lábra matracra, egyenlő oldalú háromszöget fogsz kapni. Ez ez megvolt, jobbra fogjuk kezdeni a pózt. Ami annyit tesz, hogy jobb lábfejlet, forgasd el 90 fokba, kifelé néz a lábúj. A másik lábat igazítsd úgy, hogy a lábújra picit húz bentem, és a külső lábjeledet told le. Jó? És a jobb sarkad egy képzeletbeli vonal mentén a bal lábfejed középen metsz. Emeld a bábokát, emeld a tért kalácsodat. Mozdítsd középre, előre a medencédet, tartsd így a pózt, és hozd a kezedet is oldalra, oldalsó középtartásba, tenyerrel előre felé. Megtartva a lábak helyzetét, belégzés nyújtóz oldalra, érezd, hogy hosszú a törzset két oldala, majd kilégzés edőjel, jobb oldalra, de figyelj arra, hogy ne előre dőlj, hanem oldalra. És a lent lévő jobb kéz, kéz hát kar neki simulhat a lábszárnak, picit nyomd oda, egyenes is a válöveret, nincs a a fönt lévő karodat pedig nagyon nyújtsd a magasba. És hogyha megy a tekintet, fölfelé irányul. Ha ez sok lenne, akkor nézd oldalra. Ha szédülnél, akkor nézd a talajd. Figyelj arra, hogy a hipermobil a térdet túlhajlik, ne nyújts ki teljesen picit hajlist vissza. Ha magas a vérnyomásod, legyen a csípőnek a kezed, a föntlévő ne nyújtsd föl. Ha egyébként megy, akkor tartod így magad, kitárva a kezeidet, hosszítva a gerincedet, nyújtva a lábadat. Aztán egy mély belégzéssel gyere vissza középhelyzetbe, kezed maradhat oldalad. Lábfejeket hozd középhelyzetbe, majd másik oldalra is megcsináljuk. Bal lábfejedet forgasd el 90 fokba, jobb lábfej hozzáigazodik. Külső láb életól belboka emelkedik. Tért felhúzod, ezt hívjuk úgy, hogy aktív a láb. Tartsd, a lábak megtartják a medencét, fordul a medence előre. Majd innen belégzés nyújtózol, és kilégzés eldőlsz balra. Fölveszed a trikonászanát, háromszögállást. Bal kész hát, vagy alkar, ne kisimol a lábszának. Jobb kéz fölfelé nyújtózik, kitárol a két kar, hosszan nyújtott. És ha megy a tekintet fölfelé irányul, és ha ez nem megy, vagy oldalra nézel, majd lefelé nézel a föntlévő csípőlapátodat és a föntlévő válladat mindig húzd hátra fölfelé, a lentlévő csípődet, a váladat pedig előre lefelé told. Így biztosítod azt, hogy finoman ratával legyen a törzs, és egységben maradjon a tested. És akkor lélegezz orron keresztül itt is. De egy mély belégzés, gyere vissza, kiindul a helyzetbe. Hozd csípőre a kezed, lábfejeket forgasd előre. Picit hallisd a térded, és lépj össze. Tádászanába. Vegyél egy-két mélyebb lélegzetet. Majd úgy állj tádászanába, hogy a szőnyeg első harmadába legyél. Előre fogunk hajolni, állásból. Ehhez bármikor behalíthatod a térded, hogyha kötött vagy, vagy ha derekad érzékeny. Ha vérnyomás problémáid is vannak, akkor csípőretet kézzel, halított térdel hajolj majd előre. Hogyha minden oké, akkor lehet nyújtva a láb és a kar. Tehát a könnyítve kell majd úgy hajolj előre. Egyébként belégzés, felemeled a kezed a magasba, és kilégzés, nyújtózó gerincel előre és miután előrehajoltál, tarts kezelőre előrehajlást. Itt is lehet bármikor könnyíteni úgy, hogy behajlítod a térded. Tehát, hogyha a derekad érzékeny, sérve utaló tünetek vannak, mindenképp behajlítod a térded, vagy ha nagyon kötött az izomzatod, akkor is. Ha tenyered leér, leteszed a talajra, ha nem, akkor új hegyeken támaszkodsz. És a fejtető törekszik a talaj felé, az ülő csont emelkedik az ég felé. Testet hátulsó felszínét megnyújtott, saroktól egészen a nyakszírcsontig. Picikét mélyíted a poszt minden egyes kilégzéssel, de semmiképpen ne feszülj bele. Tehát egészséges határig, mozgás határig vidd el, azt már elég át. És akkor nem fogsz meghúzódni, megsérülni. Majd bontjuk a pózt, hátra fogunk lépni, de ehhez is először a térden. Majd tedd le a tenyeredet válszélességbe. Jobb lábaddal lép hosszan hátra belégzés, bal lábbal is hátra lépsz, kilégzés. És emeld a medencédet meg, legyél olyan, mint egy fordított V, ezt a pózt hívjuk úgy, hogy adhomukos van álszana, lefelé néző kutya póz. A combtörzs 90 fokos szöget zár be, a lábak párhuzamosak csípőszélességben vannak, sarkak süllyednek lefelé, a kezek, tenyerek válszélességben vannak, és lenyomod teljes felületét. Újakat, újak tövét nyom le, könyökhajlatokat tartsd egymás felé, Váladat húzd el a fültől, lapockát mozdítsd finoman a gerinc felé, és intenzíven a merence felé. És a merencét hátra fölfelé emeled 45 fogma, a fejtetővel előre lefelé nyújtózva 45 fogma. Tartsd így a pózt, érezd, hogy a test hátulsó felszíne megnyúlik, elől a hasad pedig behúzódik. Majd átjövünk fekvő támaszba. Engedd le a merencéret úgy, hogy egy vonalba kerülj. Tekintet lefele néz, fejtető előre nyújtózik, sarok hátra. Próbáld egyelő erővel dolgoztatni a törzs előső és hátósó izmait. Ez nagyon szépen megerősíti a kórizmokat, a törzset tartó izmokat. Én nagyon picit billented a merencét magad alá, de ne billents túl. Tehát a farok csontot húzod a szemérem csont felé, szemérem csontot a köldök felé, köldököt a gerinc felé. Miután ezt megtartottuk, tedd le a térdedet. Feküdj hasra. Hasonfekvő homoritást fogunk végezni, ez lesz a kobra, púza budzsangászana. Viszont itt is fontos az, hogy ha érzékeny a derekad, akkor csak ilyen laposan vedd föl, és inkább a hátizmak erejét használd. Oké? És hogyha egészséges és a derekad nem fáj, akkor segíthetsz majd a kezeddel is. Jó? Akkor feküdj hasra, a fejedet hozd középre. Tudod, tedd le a homlokodat a talajra, azt nem tudod letenni, tedd le az álladat a talajra. Két kéz tenyérrel, mell mellett. Lenyomod a szemérem csontodat a talajra, ettől finomam tónusban lesz a farizmod, ezt tartsd. Lábaid a talajon vannak és nyújtóznak hátrafelé. Ezt is tartsd. És mindezek mellett belégzésre emelt ki a törzset, hajlítsd hátra a gerincedet, homorics egyet. És ahogy mondtam neked érzékeny derék esetén, csak a hátizmokat használd és laposan legyél. Ha bírod, akkor emelkedsz magasabbra. Viszont ezen esetben sem emeled el a merencét, az végig lent marad. Jó? És a fejedet annyira szeged hátra, hogy a gerincoszlop ívét kövesse a fej és a fejtető. Vál hátra húz, lapocka mozdó gerinc felé, és a merence felé a szedcsont kiemelkedik. A farizom továbbra is tónusba, lát továbbra is nyújtózik hátra. És akkor ez a kobrapóz, ez egy nagyon jó kis homorító gyakorlat. Élénkíti a testet, javítja a tartást. Te engedd magad vissza le. Innen emeld ki a törzsen. Egy pillanatra menjél a pózba, ez annyit tesz, hogy ülj a sarkadra, hasaj a combodra, és a fejedet tedd le a talajra. Ha nem tudnád a fejedet letenni a talajra, két öklötted tedd alá, és azon támaszkodjon a homlokod. Lazítsd el a derekadat, a hátadat, kicsit pihenj. Ezután a pici pihenő után, gyere, belégzéssel ülj föl, emeld a törzsed. Majd innen nyújtsd ki előre a lábad. Gerincsavarást fogunk végezni, vagyis vakrászanát. Leülsz nyújtott lábülésbe, figyelj arra, hogy billensd úgy a merencédet, hogy a kerescsont merőleges legyen a talajra. Ha nem menne nyújtott lábbal, akkor behajlított lábbal csinálod. Ha megnyújtott lábbal, kinyújtod. Ha ez megvolt, jobb lábadat behajlítod, térd mellé, leteszed. lehet a láb kívül, belül, tedd oda, ahol neked jobb, ahol jobban tudod tartani, majd a merencédet közép helyzetben. Csak közben logisztikázok, hogy láss. Miután letetted a lábat kapaszkodj még egy pillanatra, a lábszáradba húzd ki magad, ülj mindezt megtartva. Belégzéssel emeld a kezedet a magasba, hosszú a gerinc, majd kilégzés, csavar. Hátul leteszed a kezed, elől öleled a lábad. Jó? Ha nagyon mére tudsz csavarni, akkor nem csak ölelheted a lábad, hanem át is akaszthatod a kezedet. Ha nem tudsz mélyre csavarni, akkor öleled. Ha ennyire se tudsz csavarni, akkor csak a kéz feljel fogod a térded. Jó? Tehát kérlek figyeld magad, ne terheld túl a gerinceden. Nyújtott lábfej, pipál, láb lábtalpa, az végig lent van a talajon kiemel a szedcsönt, kiemel a fejtető tekintet, hátra néz. Figyelj nagyon arra, hogy csak mozgáshatárig menj el a csavarással. A kéz erejével ne feszíts túl a pózt, oké? Okay? Csak is mozgáshatárig mész el, és érzéssel kedvesen tartod ki a csavarást. Lazítod a méhátizmokat, a törzsizmokat, és élvezed, hogy a póz kicsavartéked, oldja a test és mentális feszültségeket benned. Mintha megtartottuk a csavarást, oldjuk az álszanát, belégzéssel fordulj előre, nyújts fel a kezedet a magasba, mert kilégzéssel tedd le a kezed, nyújts ki a lábad. Te maradj, amerre vagy, én csak azért fordulok, hogy jobban láss. Másik oldalra is megcsináljuk, tehát behajlítod bal lábadat, térd mellett leteszed, vagy belül, vagy kívül. Rákapaszkodsz a lábszára, kihúzod magad egyenesen, ülsz. Belégzés, felemeled a kezed a magasba, és kilégzés, csavarsz hátra. Hátul lévő kéz letesz gerinctől távolom, de a gerinc vonalába, elő lévő kéz vagy öleli a lábat, vagy átakasz. Jo? De figyelj arra, hogy a merencéd ne billenjen hátra tartod, és a megtartott merencéből emeled a szedcsontodat és a fejedet fölfelé, ez fogja hosszan tartani a gerincedet, és hátra nézel. Még arra is figyelj, hogy a vállöv legyen széles és egyenes. Tehát nem az a lényeg, hogy minél inkább hátra néz, hanem az, hogy a gerinc válő merence szépen meg legyen tartva, és emellett hozod létre a csavarást. Oké? És akkor ha tudsz, elnézel hátra, és még tartod egy picikét a csavarást, minden belégzés segíti azt, hogy erős legyen a tör, minden kilégzés segíti azt, hogy a csavarás mélységét megtartsd. Majd egy belégzéssel gyere, bonts az álszanát, fordulj vissza, fel a kezedet a magasba. Majd kilégzéssel engedd le a kezedet, tedd le a lábadat. Ugye át egy keresztezett lábülésbe, vagy olyan ülésbe, ami számodra kényelmes. És akkor megvoltunk ezzel a rövidke kis gyakorlatsorra, remélem tényleg fölfrissített téged. A jövőben is fogok még videókat föltenni, majd kísért figyelemmel a közösségi oldalakon a csatornákat, és akkor tudunk még sokat együtt gyakorolni. Köszönöm szépen a figyelmedet és a gyakorlásodat.